Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, a 2018-as Barney tehetségkutatójában. Lássuk, mi történt az előző adásban. Robi csinált egy virág, Tiffany rajzol, Bálint megírta élete zenéjét, Pál Péter palacsintát csapkodott a falnak, és Tamás zongorázott. Ismét elérkeztünk egy vasárnaphoz, és amint tudjátok, vasárnap kinyílik egy portál, amin elindul Barney tehetségkutatójának a második része. Ismét kiírtam nektek Facebookra, hogy küldjetek tehetségkutatóra való dolgokat, videókat, képeket, akármiket, és ti ismét küldtetek nagyon sok mindent. Lássuk, kik azok, akik megnyerhetik ezt az adást. Ó, rögtön egy zenével indítunk? Máté Márk ezek szerint figyelte, hogy az előző műsorban egy zenével nyert valaki. Lássuk Máténak, vagy Márknak, Máté, vagy Márk, lássuk a zenédet! Ezt tudjátok, milyen zene ez? Az a zene, amikor hajnali háromkor azt sem tudod, hogy hol vagy, és benyomják ezt, és ez azonnal kikelt a sírból. Megmondom nektek őszintén, aztán meg lehet kövezni, én ezt a Megyfa című számot nem ismerem. Elnézést, Horváth Tamás. Bocsánat. Meghallgatom az eredetit, remélem kapok copyright strike-ot. 15 millió megtekintés! Ja, tudom már melyik szám. Én ezt a számot soha nem hallottam, gyerekek. Kövezzetek meg. Horváth Tamás, nem akkor szeretnél a tehetségkutató? Jó, hogyha ehhez viszonyítom, akkor jó. Jó, legyen! Máté, Márk, Máté, vagy Márk. Bekerültél! Itt van a kártya. Itt tudtok szavazni majd a döntősökre. Nem az én készítményem. Diskvalifikálj! Amúgy szép rajz, ideértett, hogy remélem megengedi, hogy beküldi el, de mivel nem a te rajzod, azért nem tudom ezt most sajnos elfogadni. Tüsszetelni fog. Hoppá! Még egy zene. Nem tudtam soha, csak magamtól egy kicsi nehéz és nem túl jó, de azért remélem begyűl. Ne. Ma több ezren fognak feliratkozni. Jézusom. Ott a helyed! Gratulálok, szép. Jött még kettő rajz. Téged láttalak az előző adásban is, és mivel újra megpróbálod, ezért ne érts félre, Barázs, extra jó a rajzod. Csak ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, amikor tegyük fel, van a tévében egy tehetségkutató műsor, az első évadot nem tudod megnyerni, és akkor nevezel a második évadba, és ott viszont, hogyha nyersz, én azt nem tudnám betudni magamnak úgy, hogy én nyertes vagyok. Mert nem nyertem, mert az előző adásban úgy elvertek, hogy kiestem. Amúgy tényleg szép ez a rajz. Jaj, a baj szívem! Menjen! Nem akarok konkrét műsorokat mondani, van ez az emoji, tudjátok. A műsor az fújó. Én nagyon-nagyon szerettem az első adást. És onnantól kezdve azokat az embereket nem tudom tényleg megérteni, hogy miért mész vissza az adásba, hogyha az elsőt nem tudtad megnyerni, akkor a másodikba leszel a lomha ember, aki megnyeri. És itt most nem arról van szó azokra az emberekre, akik az elsőben nem szerepeltek. Nyilván a második évadban is vannak újak. Tök jó! Az újakat... Madam. Az újakat tökre tisztelem, próbáljátok meg megnyerni, de hogyha egyszer részt vettél egy versenyen, akkor utána ugyanabban a versenyben ne vegyél részt, mint másod kategóriás első évados ember. Ez rohadt nehéz megfogalmazni, de remélem, hogy értitek. Hú, de elkalandoztunk! Következő! Ez azért nagyon vicces, mert ugyanebben az ingben vagyok. Ezt a képet... Mi? Ezt a képet az elébb töltöttem le a Google-ról. De azt kell hazudnom, ez az én rajzom. A telefonon az autokorrekt, az nagyon-nagyon valamilyen más világban jár. Ma nagyon vajszívű vagyok, menjen, de csak azért, mert eltaláltam ma pont az inget. Ezt a képet a Balatonon telefonnal készítettem, majd képszerkesztőben belenyúltam, máig a kedvenc képem. Nekem a kompozíció tetszik, viszont nemrég voltam a Balatonon, nem is keveset, és a naplementék, illetve a napfelkelték nem ezekben a színekben vannak. Arra figyeljetek mindig oda, hogyha képeket szerkesztetek, hogy annyira ne variáljátok meg a színeket, hogy az ne legyen már reális. Hogy az szürreális legyen. Ja. Voilà! A színekben azt tudnotok kell képszerkesztésen, hogy ízlések és pofonok valakinek a bal, valakinek a jobb tetszik jobban. De hogyha megnézitek az én képemet, a jobb oldalit, ez talán egy picit napfelkeltés, naplementésebb színekben ragyog.
mint a sárga. Én nem akarok okoskodni, csak gondoltam. Ezek nagyon ötletesek, nagyon tetszenek. Én is sokszor a Facebook szokott fellobni nekem olyan hirdetéseket, ahol van egy ilyen róka kép, és azt már meg is akartam rendelni egyébként, mert az nagyon tetszett. Az ilyenek nagyon ötletesek, de ez most nem elég. Shit, ez creepy! Nem tudom, hogy ez tehetség, de azért jó kis bor volt. Egészségedre, Péter! Húzóra! Zongora! Zongora! Sziasztok! Ennek egy fél órája fogtam neki, és elsőt ki, remélem tetszik. Piano for life. A végén miért nem ordítottak be a videóba egyébként ilyenkor? Én, hogyha beküldenék ilyen videót, biztos, hogy a végén betrollkodnék. Ezzel lehet sok ötletet adtam az utolsó részhez. Lowrider, akarom mondani, Collyride. Ez már most rossz. Gyerekek, erre még miért rányomok, látom, hogy ez rossz. Esküszöm, Gergely, fel vagy írva. Hú, feldobtad a reggelemet, komolyan. Mi a fuck? Nézzünk még egy úcsót. Shit, ez hogy? Jó, hogy te egy Mi? Ez hogy? A hülye zsemle tenyerem miatt én ezt nem tudom behajlítani. Hogyan van ez? Még egyszer. Mi? Mi van? Hogy? Ne! Videó vége, szavazzatok! Ne! Kifutok az élet!